A járványügyi helyzet miatt bezártak városunkban a kulturális intézmények, viszont némelyik igyekszik a digitális eszközöket, lehetőségeket kihasználni, és így módon összetartani a közönséget, a közösséget. Virtuális színházi előadásokkal szolgál például a Bartók Kamara Színház, és szervezés alatt van egy internetes versmondó verseny is a költészet napja alkalmából. A Munkás Művelődési Központ is áthelyezte ideiglenesen a bázisát a Facebookra, és itt kínál például város történeti vetélkedőt. Telefonon beszéltünk Tóth Évával, a József Attila könyvtár vezetőjével. Intézményüket március 17-én zárták be. Mint azt Tóth Éva elmesélte, előtte az utolsó nyitvatartási napon akkora volt a forgalom, mint 45 évvel ezelőtt a könyvtár nyitónapján. Ezernél is több dokumentumot vittek az olvasók. Március 16-án tudtuk meg, hogy a következő nap már nem leszünk nyitva, és hát valószínűleg az olvasóink is hírt kaphattak erről, mert az utolsó nyitvatartási napon elég nagy forgalmunk volt, próbált mindenki bespájzolni ezekre az időkre, jöttek könyvekért, CD-kért, filmekért, újságokért az olvasóink. Mi is gyorsan reagáltunk rá, a 8 könyv helyett már 16 könyvet adtunk ki, folyóiratból is többet lehetett kivinni, így aztán a forgalmunk az utolsó napon olyan magas lett, mint amikor 45 évvel ezelőtt az első napon kinyitott a könyvtár. Ezernél is több dokumentumot vittek ki egyetlen nap alatt az olvasóink. Az utána következő időszakban pedig megpróbáltunk felkészülni arra, hogy az online szolgáltatásainkat fejlesztve otthon tudjunk dolgozni ezeken az anyagokon. Nem csak fejlesztettük, nem csak építjük az online adatbázisainkat, így a helyismeretet, a műelemzések adatbázist, a képtárat, amiben dunaújvárosi képek találhatóak, hanem újakat, új szolgáltatásokat is terveztünk és kialakítottunk erre az időre. Még visszatérve arra, hogy a könyvek és a dokumentumok szolgáltatása a zárást követő napokban még telefonos és e-mailes kérésre összeállítottunk dokumentumcsomagokat, utána pedig a könyvtár elé tettünk ingyenesen elvihető könyveket. Sajnos a járványhelyzet miatt azért ezt a szolgáltatást már be kellett szüntetnünk. Úgyhogy most teljes mértékben az online terekbe húzottunk vissza, ami azt jelenti, hogy a honlapunkat fejlesztjük, Facebookon különböző könyves és kulturális programokat osztunk meg, illetve tartalmakat hozunk létre ezekre a felületekre. A könyvtár honlapján külön érhető el a központi felnőtt könyvtár és annak lehetőségei, valamint külön a gyermekkönyvtár. A központi felületen számos írásbejegyzés van arra vonatkozóan, hogy miként tölthetik el az időt az olvasók. Többek között folyamatosan bővül a helytörténeti adatbázis, korabeli újságcikkek, fotók érhetők el, helytörténeti évfordulók, érdekességek és helyismereti kvíz is. Vannak azok a szolgáltatások, amit Dunaújvárosnak szánunk, ez az Intercizától Dunaújvárosig, ezek most nagy erővel épülnek, de ugye megakadt a Dunaújváros 70 programsorozatunk már, ami az előadásokat illeti. Ugyanakkor vannak olyan részei ennek az egész programnak, amik élnek interaktívan is. Így például a helyismereti kvíz, ami az elmaradt Interciza előadáshoz kapcsolódik, az például megtalálható a honlapunkon, ki lehet tölteni, és egyébként megkészülünk rá, hogyha a helyzet úgy alakul, akkor természetesen az előadást is be fogjuk pótolni. Tehát az élet nem állt meg, kaptunk egy kis időt, hogy a következő programjainkra jobban felkészüljünk, és hogy fel tudjuk készíteni rá a város lakosságát. Tehát arra biztatok mindenkit, hogy nézzen körül gyakran a honlapunkon, kövesse a Facebook oldalunkat, és a YouTube csatornánkat se hagyja ki, hiszen a YouTube-ra folyamatosan kerülnek fel olyan anyagok, amiket mi készítünk. A gyerekeknek mesék, versek, a felnőtteknek pedig egy remek költészetnapi összeállítással fogunk készülni, ahol a könyvtárosok fognak szerepelni, diák, versmondók, és talán még egy-két
felnőtt versmondó is beszáll az akciónkba. Ez a Facebookon és a YouTube csatornán keresztül lesz majd látható, hallható. A Dunai Város 70 programsorozat részeként két pályázatot is meghirdettek korábban. Az egyik az Én Dunai Városom című rövid filmkészítő verseny, a másik pedig egy retro marketing pályázat. A részletek a könyvtár honlapján is elérhetők, és ezekre természetesen továbbra is várják az alkotásokat.